A pécsi utcákat november közepén a magyar mozilátogatók kedvencei népesítették be, hogy az itt rendezett játékfilm szemlén találkozhassanak rajongóikkal. Ezzel az eseménnyel bőven foglalkoznak a lapok, és rendkívüli a forgalom a Pannónia szálló haljában, ahol éppen Görbe János és Psota Irén rója le a népszerűség árát. Persze nem csak autogramvadászok lepték el a Szemle filmklubját, vád és védőbeszéd is elhangzott itt, vitatkoztak a mozik látogatói és a filmek alkotói. A Néphadsereg klubjában Sipos tízes kérdéseire válaszol Keleti Márton, a tízes rendezője. A pécsi és Baranya megye más filmszínházai a Szemle filmjeit mutatták be, és a közönség szavazólapok ezrei írta meg véleményét a látottakról. A szavazatok eredményét a társadalmi zsűri tagjai összegezték. Ülésezik a szakmai zsűri is, hogy döntsön a díjak odaítéléséről. A díjak kiosztására a pécsi játékfilm Szemle záró díszelőadásán került sor. A Szemle nagydíját a 20 óra című film kapta. Díjat kapott a Nehéz emberek, az Így jöttem, és a Tízes meg a többiek című film is. A legjobb operatőr díját Illés György kapta. A legjobb színművész díját Sinkovics Imre részére felesége Gombos Katalin vette át. A díszelőadáson a pécsi közönség az életben is megismerkedhetett a magyar filmek népszerű művészeivel.